Láthatóvá tenni mindazt, ami láthatatlan. Nemzeti örökségünk, kulturális értékeink megismertetése és őrzése. Röviden talán így összegezhetnénk a kulturális örökség napjainak célkitűzéseit. A kultúra azért különleges szép terméke az emberi viselkedésnek, mert egyedi és megismételhetetlen. Minden igaz közösség, egyszeri jelenség. A kultúra éppen úgy egyedi, mint az emberi személyiség. Európa országaiban minden év szeptemberében rendezik meg az Európai Örökség Napok programját. Hazánk jó másfél évtizede csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozattal a kezdeményezéshez. Idén immár 13. alkalommal rendezik meg Magyarországon a Kulturális Örökség Napjait, a program országos megnyitójának Székesfehérvár adott otthont. Több mint 800 helyszín és 300 sétaútvonal csatlakozott az idei programsorozathoz. Civil kezdeményezésként indult annak idején Franciaországban a Kulturális Örökség Napjai. Az volt a célja, hogy a polgárok minél szélesebb körben ismerkedjenek meg a saját kulturális örökségükkel, és ezt ismertessék meg a polgártársaikkal is. A kezdeményezést felkarolt először az Európa Tanács, majd az Európai Unió is, és most már körülbelül 50 országban rendezik meg mindig szeptemberben ezt a nyitott épületlátogató hétvégét. Évről évre egyre több épületet és örökségi helyszínt kereshetnek fel a látogatók. Az idei év mottója, az 1000 magyar ház pedig arra is lehetőséget biztosított, hogy bárki mindenféle korlát nélkül csatlakozhatott a kezdeményezéshez. Székesfehérvár számára pedig nagyon nagy jelentőséggel bírt a 2011-es esztendő. Azt gondolom, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen megerősít bennünket abban a törekvésükben, hogy Székesfehérvár történelmi múltjának megfelelő várost szeretnénk építeni. Büszkén mondja minden fehérvári, hogy az ország a nemzet történelmi fővárosa Székesfehérvár. Ez a szakmai nap, majd az azt követő kulturális napok pedig lehetőséget adnak számunkra, hogy ezt országvilág előtt elmondhassuk, felhívhassuk azokra az értékeinkre a figyelmet, amik itt vannak a városunkban, és nap mint nap, amikor az ember rohan dolgozni, megy, ügyet intéz, akkor néha ritkábban nézünk föl ezekre az épületekre, de talán ez a néhány nap is alkalmas arra, hogy egy kicsit megálljunk, csodáljuk azt, amilyen városban élhetünk, és megmutassuk minden vendégünknek, aki ezekben a napokban Fehérvárra látogat. Erre ad lehetőséget ez a nap. 14 helyszínnel csatlakozunk, és ebben olyan helyszínek is vannak, amelyek az előző években még kevésbé voltak látogathatóak. Mi azt gondoljuk, hogy az Árpád-fürdő ilyen természetes a Fejér megyei levéltárat, azt gondolom, hogy érdemes ebben kiemelni, és azt is tudjuk, hogy ezzel alkalommal már a szakma megnézheti, és néhány hét múlva pedig a nagy közönség előtt is megnyithatjuk a Hímer Font Karaffa most már teljesen felújított ingatlan együttesét, épület együttesét, ami azt gondoljuk, hogy egy összefogás eredményeképpen megvalósulhatott, és úgy valósulhatott meg, hogy büszkén mondhatjuk azt, hogy ez a fehérvári ingatlan együttes egybefüggően az egyik legnagyobb és legértékesebb ingatlan együttes ma Magyarországon. Három épület páratlan összeolvadásából jött létre, Székesfehérvár talán leggyönyörűbb építészeti alkotása, a Hímer Font Karaffa épület együttes. A Hímer ház a város történetéről mesél nekünk, középkori értékeken, barokk-rokokú építészeti emlékeken és modernkori megoldásokon keresztül elevenednek meg Fehérvár évszázadai. Egy biztos, aki egyszer betér ide, az elvész a különböző szépségek tökéletes egységében. Az épületet az eltelt közel 300 év alatt többször átalakították, bővítették, minden építészeti kor hozzátette a saját stílus elemeit. Az épületben a 19. század 20-as éveiből származó stukkok és falképek kerültek elő. A városház téri sarkon álló háza 18. század második felében épült barokk-rokokó stílusban. A barokkos függönydíszítésű szoborfülkében Szent Sebestyén szobra látható. A ház térre néző oldalainak ablakpárkányait és sarok erkélyét gazdag és változatos rokokó stukkó díszítés borítja. Sarok erkélyét két szakállas kőfej tartja. Az árkádos udvarrész előtt kőkerítés emelkedik, a kőkeretes kapu zárókövében van az egykori tulajdonos címere, az ágaskodó oroszlán jobbjában kardot tart, balját előre nyújtja.
A ház 1727-ben Himer Mihály városbíró tulajdona volt. A Himerházzal egybeépült a stukkódíszes fontház és az Oskola utcára néző egyszerűbb külsejű karafaház is. A Himerház nem csak műemléki értékeivel, hanem hasznos funkcióival is szolgálni kívánja a fehérváriakat, ilyen például a barokk hangulatú házasságkötő és rendezvényterem is. A bútorzat barokk stílusú, illetve hát jól látszanak itt is az eredeti falakat megpróbálták meghagyni. Amire felhívnám a figyelmet, az itt mellettem látható, az egyik boltozatnak volt, így meg a jobb oldalát megtalálták, tehát ezt meghagyták, hogy így lássák, illetve ezeket a szemöldök fákat is meghagyták arra a célra, hogy ugye lássák az ide látogatók, hogy hát tulajdonképpen akkoriban így nézett ki ez az épület. Lejjebb volt a talajszint, tehát itt is ugye látszanak az ablakok maradványai, tehát itt el szoktuk azért mondani, hogy nem törpék laktak itt, és nem ők látogatták ezt a helyiséget, csak egyszerűen annyi, hogy lejjebb volt a talajszint, tehát ugye említettem a padlószint, igen, és ugye említettem, hogy Himmel Sebestyén volt az, aki aztán átépítette egy kicsit ezt a házat, tehát emiatt is így néz ki mostanában, illetve ahogy ugye bejöttek, ugye sokan lenéztek már az alattunk levő teremhez, ott pedig jól látszik az eredeti homlokzat, amit lent is mutattam a lenti teremben, hogy tulajdonképpen ugye hova, illetve hol húzódott az akkori barokk homlokzat, tehát ez pedig itt teljes egészében látszik, itt rekonstruálni tudták. A Justitia terem Justitiát az igazságosság római istenasszonyát ábrázoló mennyezeti freskójáról kapta a nevét. A terem falait borító freskók egy része hiányos, a többszöri falbontás, illetve átépítések eredményeként. A freskókat részben rekonstruálták, a megmaradt részek alapján, másokat pedig szándékosan üresen hagytak, ezzel is reprezentálva a számos átalakítást, amit az épületen végeztek. A Justitia terem ma a házasságkötés előtt a mennyasszonyok felkészülésére ad lehetőséget. A városháza tömbje több épületből alakult ki, 1935 és 1938 között Kocsis Iván tervei alapján. Ekkor kapcsolták egyébként az épülethez a Zicsi palotát is. A 17. századi barokk városháza 1712 és 1718 között épült újjá, mai késő barokk jellegét 1790-ben kapta. Az udvar beépítése a 20. század 30-as éveiben történt, ekkor kapcsolták össze a könnyed eleganciájú copf stílusú Zicsi palotával. Az épület jobb oldali szárnyát az 1698. évi telekkönyv már városházaként tartja nyilván. A díszített épület különleges szép kapuzatát korintoszi oszlopok, az igazságosság és az okosság allegórikus szobrai és hullámos ívű áttört kőerkély alkotja, amelyen a város címere is megtalálható. Fölötte elegáns díszű kőkeretben nyílik az erkélyajtó, felette gazdag kiképzésű párkányzaton egy kiterjesztett szárnyú sasmadár ül, karmaiban koronával és karddal. A kapuzata kismartoni Valch Tamás kőfaragó alkotása 1717 és 1718 között készült. A 19. század elejéig itt működött a megyeháza. A mai formájában egyemeletes barokk épület egy középkori lakóház 1730 körüli átalakításával jött létre. A Kulturális Örökség napjai program sorozat keretében várták ide az érdeklődőket, illetve várják is egész nap a volt megyeháza épületébe, a mai Várostörténeti Múzeumba. Mit kell tudni, miért fontos ez a program? Hát ez egy nagyon jó kezdeményezés a Kulturális Örökség védelmi napja, hiszen olyan épületekbe mehetnek be a látogatók, amelyek a hétköznapokban előttük zárva vannak. Ez mondjuk most pont nem a múzeumunkra igaz, mert hát mi mindig nyitva vagyunk, de olyan épületek,
vagy Budapesten, ha jól tudom, volt gázgyár, temetők nyílnak meg ezen a napon, tárlatvezetésekkel, vagy akár banki épületeknek olyan szép felújított épületei, amelyek máskor nem látogathatók. Tehát egyszerűen olyan helyekre lehet bejutni, ami egy nagy élményt okozhat. Évről évre téged is láthatunk a tárlatvezetők között. Mi a tapasztalat egyébként, hogy mennyien élnek ezzel a lehetőséggel? Van érdeklődő? Igen, minden évben van érdeklődő. Ugye mondom, a múzeum az egy picit azért más típusú helyszín, hiszen mi nem olyan épületeinket mutatjuk meg, amelyek máskor zárva vannak. Tehát mi a kiállításainkba tartunk ilyenkor vezetést. Talán ez a mai nap azért érdekes, mert itt vagyunk a Megyeházán, ahol három állandó kiállításunk mindig látogatható, viszont ma beszélünk az épületről magáról, amiről hát máskor nem szoktunk. Illetve a rendházban fontos még ez a túra, mert ott is olyan termekbe is bevisszük a látogatót, amit esetleg, ha csak a régészeti kiállítást nézi meg, nem láthat. Szóval vannak érdeklődők, és fontosnak tartom, hogy ugye most Székesfehérvár rend, vagy ahogy is mondjam, főszervezője a nyitó rendezvényt tegnap délután itt volt, tehát ma az egész város beszállt ebbe a programba. Ezt mindig érzékeljük, amikor ilyen összefogás van, mert akkor sokkal több nagyobb a mozgás, sokkal több a látogató. A tégla, hát ez tulajdonképpen egy mindennapos tárgyunk, egy építőelem, amely ugye amiért egy fontos építőelem, hogy a négy alapelemből áll. Ugye a földből, a vízből, a nap, tehát a napból, amely ugye kiszárítja, és a tűz, illetve ami kiégeti. A bélyeges tégla, amik ugye itt láthatók, és a monogramos tégla az egy külön típusú tégla, ezek ugye esztétikai élmény nyújtanak most így az utókornak. Akár hiszik, akár nem, a tégla égetőknek is voltak védőszentjei. Például ilyen volt zarakózai Szent Vince, aki mártír halált halt a keresztény üldözések során, és azért lett a téglaégetők egyik védőszentje, mert testét megégették, és ezt az égett, sérült testet pedig éles cserepekre fektették. Tehát tulajdonképpen a tűzzel, a meleggel kapcsolatban, ezek a védőszentek ugye sokszor elég bonyolult képzettársításon keresztül kapják meg ezt a patronus mi voltukat, és zaragozai Szent Vince is tulajdonképpen a tűz és a veszélyesség miatt lett a téglaégetők védőszentje. A bélyeges téglák, illetve ezek a monogramok tulajdonképpen a tégla gyártónak a monogramjai legtöbb esetben, illetve van, hogy évszám is benne van, tehát hogy mikor készül a tégla, tulajdonképpen ez a mai szóval élve egy ilyen trademark, tehát tulajdonképpen egy márkajegy. Az egykori Ferenc József Nőnevelő Intézet és egy polgárház többszöri átalakításával került a megyei levéltár a Szent István téri klasszicista épületekbe. A kulturális örökség napjai keretében gyönyörű környezetben fogadják az ide érkezőket a megyei levéltár épületében. Igazgató úr, mit kell tudni az épület történetéről? A Fejér megyei levéltár Szent István tér 2-es számú és Szent István tér 3-as számú épületeiről van szó. Mindegyik különböző tulajdonoshoz, különböző személyekhez kapcsolódik, így mindegyik épületnek megvan a maga sajátos és egyedi története. A Szent István tér 2-es számú épület építése királyhegyi Farkas Ferenc székesfehérvári nagyprépost nevéhez, személyéhez kapcsolható. Az épületnek a déli szárnya az 1830-as évek elején épült a nagyprépost úr magánrezidenciájának, majd 1857-ben egy alapítványt tett egy nőnevelő intézet alapítására, és 1857-től alakult ki a mai teljesen összefüggő épület szerkezet. Különös története van az 1857. esztendőnek, amikor a Libényi János csákvári születésű Szabó legény Bécsben sikertelen merényletet hajtott végre első Ferenc József ellen,
és az uralkodó a császár megmenekülése és szerencsés fölépülésére. Ugye Bécsben megépült a Fotifkirche, Székesfehérvárot pedig Farkas Ferenc nagypréposzt magánvagyonát egy nőnevelő intézet alapítására tette le. Ez a magánvagyon, ez állt 20 000 forintból, ehhez mintegy 10 000 forinttal járult még Székesfehérvár városa, majd ezt az összeget megváltotta Farkas Imre székesfehérvári nagyprépost, tehát mintegy 30 000 forint ösztökével kezdődött meg 1857-ben a Ferenc József Nőnevelő Intézet építése. Még egy különös történet kapcsolódik az uralkodóhoz, illetve a Nőnevelő Intézethez. Nevezetesen itt járt Ferenc József 1857. augusztusában, és az alakületételnél személyesen volt jelen. Látható az emléktábla itt a kis kiállításunkon, és ez az emléktábla azt örökíti meg, hogy Királyhegyi Farkas Ferenc az alapító, és első Ferenc József uralkodó pedig a Nőnevelő Intézet névadója, és az alapületételnél is jelen volt. Megújul a Szent István tér 2-es és Szent István tér 3-as számú épület. Az építés egyik jelentős periódusa már befejeződött, nevezetesen a műemléki épületek helyreállítása megtörtént, a feldolgozó helyiségek, az irodák olyan külsőt kaptak, amely szemet és lelket gyönyörködtet, megláthatják majd az előadó termünket, 4 szép zsánerképpel láthatják a festett ajtókat, és láthatják a gyönyörű intarziás parkettet, láthatják a járólapokat, Szolhó Fenikő, ennek a kápolnának a járólapjai is megújultak, tehát egy olyan millió, amelyben jó lesz dolgozni, és nagy szeretettel várjuk majd, ha befejeződik a levéltár építése, ugye akkor a kutatókat, az érdeklődőket, az állampolgárokat. A kápolna északi hajójában látható Assisi Szent Ferencet ábrázolja, de Királyhegyi Farkas Ferenc fiatalkori képében festette meg az alkotó Víg Ferenc. Látható a középső részen Szűz Mária mennybevitele, a kápolna déli részében pedig Szent József a kisded Jézussal, ott a puttók is helyre lettek állítva. Ezek a hit, remény, szeretetet szimbolizálják, valamint a mózesi kőtáblákat, tehát a 10 parancsolatot. Megújult a kápolna belső, az eredeti festés, falfestés került helyreállításra, ugyanakkor megújult a járószint is, részben a megmaradt eredeti járólapokból, járólapok alapján új járólapok készültek, és mindez emeli az épületnek a rangját. Az elkövetkezendő időszakban, tehát amikor a levéltár birtokba veszi az épületet, akkor ez kiállítóterem lesz, Székesfehérváré, a megyéjé, az országé, tehát a miénk. Szent Erzsébet testvére, IV. Béla ifjú királyként építette a királykoronázások alkalmával is fontos szerepet játszó Szent Péter és Szent Pál plébánia templomot. Ennek falait is magába foglalja, a török hódoltság után 1702 és 1768 között több ütemben átépített plébánia templom, mely 1777-ben nyert székesegyházi rangot. A katedrális szentélye hátfalán építették fel az első világháborús hősök emlékművét, a kompozíciót 1929. áprilisában vették át a művészektől, és még azon az év nyarán fel is avatták. A Szent Imre év alkalmából megbízták Pásztor Jánost a névtelen katona szobrának elkészítésére, amelyet 1939-ben avattak fel. Az 1950-es években tilos volt az emlékmű koszorúzása és az első világháborús emlék ápolása is. 1956-ban tartottak hosszú szünet után ismét megemlékezést. Az 1960-as évek elején a névtelen katona szobrát eltávolították, a katonai köztemetőben hevert összetörve, egész
egészen az 1989. szeptember 16-án tartott újraavatásáig és eredeti helyén való felállításáig. A székesfehérvári püspöki palota 1780 és 1803 között épült a középkori Nagyboldogasszony bazilika romjainak felhasználásával, mely a magyar állam egyik legszentebb és legfontosabb helye volt. A palota építője valószínű Ríde Jakab volt, kitűnő arányaival, természetes és áttekinthető tagoltságával, finom részletképzésével, egyike az ország legjelentősebb copf stílusú alkotásainak. A főutca 6 szám alatt található a Szent István Király Múzeum központi épülete. Mi most itt vagyunk a rendházban, illetve annak is az udvarán, amely 1689-ben a jezsuitáké volt, 1776 és 1786 között a pálosoké, 1813-ig a katonaságé, majd az egész épület együttes a ciszterci rendé lett. A rendházat azért szeretnénk bemutatni, mert talán kevéssé ismert tény itt a fehérvárják körében is, hogy valaha jezsuita szerzetesek, később pálosok, majd pedig ciszterciek lakták ezt az épületet, és a templommal, a mellettünk levő templommal, illetve a patikával, valamint azzal az épületszárnyon is összefüggésben áll, amely ma itt az épületünk mögött, a főépületünk mögött a megyei könyvtárnak az olvasóterme. Tehát ezt valaha mind a jezsuiták birtokolták, a patika később elköltözött, ugye ma a mai helyére, az épülettel, rendház épülettel szembe, illetve hát most a rendházban tulajdonképpen a 70-es évek óta múzeumnak ad ez az épület otthont. Fel kellett újítani az épületet, tehát lassan történt ez a visszaköltözés. Ma itt régészeti kiállítás látható a földszinten kezdődően, illetve hát az első emeleten. Az érdekesség, hogy ezt is szerintem Kehér és Fehérvári tudja, hogy a mai jezsuita templom, hogy ma a ciszterci templom, ami korábban jezsuita templom volt, hogy annak a helyén egy minaret állt, és ezt az 1740-es években, 1741-ben bontották le a jezsuita szerzetesek. A Rácz utcai szerb ortodox templom először Magyarországon 1989-ben a Skanzennel együtt Európa Nostra díjat kapott. Templomunk 1771-ben kezdett el épülni, ez a templom. Ez előtti időszakban volt két kis templomunk. Kershoffer József nevezetű könyves vállalkozó építette a templomunkat. Amikor szerkezet kész lett, és ő bevakolta a belsejét, akkor kibontották a kis templomot, és utána kezdett el a templomnak a belsejét kialakítani bizánci stílusban. A 230 év megtette a hatását, a templomunknak a haranglábon lévő alsó sorban a freskók már ugye mállottak, hiába vannak konzerválva, a piros kontúrvonalak gyönyörű szépen látszanak. Most az ortodox templomunkról annyit kell tudni, hogy három részre van tagosítva fizikailag. Itt, ahol most állunk, ezt nevezzük férfi templomnak. Tőlünk jobbra első részt, a padokkal elválasztott részt, azt női templomnak, és tőlünk balra első részt, az ikonosztáza háta mögötti részt nevezzük szentélynek. Az ikonosztáznak az ortodoxiában a szerepe és a megfogalmazása, én úgy mondanám, a földi és a mennyei élet elválasztása. Ezért is van az, hogy az ortodox templomunkban nagyon kevés pad van. Ez azért van, mert azt mondják, hogy ha eljön valaki liturgiára, és köztudott, hogy nálunk a liturgia másfél-két órás, nem csak szellemileg, hanem fizikailag is vezekelni kell, tehát itt nálunk
illik állni, és az ikonosztász felé fordulni, ugyanis Jézussal kommunikálni jövünk el.